Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Sziasztok, ismét itt a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1-en, szokás szerint Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával. A mai vendégünk Kocsár Balázs karmester, a Magyar Állami Operaház főzenei igazgatója. Hát sajnálom, de egy nagyon triviális kérdéssel fogom kezdeni ezt a mai adást. 5 év után ismét megnyílt a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete, és hát te 17 óta vagy az Operaház főzenei igazgatója, hát előtte is az Operaház karmestere voltál. Egy kicsit, egy fél évtizedet összegezni, ráadásul egy ilyen megkoronázással, hogy végre újra mehetünk az operába. Erről beszélj egy kicsit nekünk. A megpróbáltatások időszakáról, amikor nem voltunk, vagy pedig arról, hogy milyen volt és milyen lett. Egy kicsit talán mindkettőt. Hosszúra nyúlt ez biztos, mert hiszen egy 8 hónapos rövid bezárás volt az eredeti terv, amikor lehúztuk a vasfüggönyt az utolsó csillagórán, ugye 5 évvel ezelőtt, akkor az volt a remény mindannyiunkban, hogy a rákövetkező szezon, amit ugye a Ring évadjaként hirdettünk meg, a májusban az Istenek alkonya bemutatójával tudunk majd újra a közönség elé lépni. Hát ez csúszott most el nem kevés időt. Nagyon sok minden történt ez alatt, hiszen ez alatt egy másik csoda megszületett, ugye Kőbányán az Eiffel Műhelyház, ami azt gondolom, hogy világviszonylatban is egy nagyon komoly jelentős beruházás. Bocsánat, egy olyan tény, hogy egy ugyan muzeális értékű ipari létesítményt önmagában, hogy odafigyel egy kormányzat és tovább éltet, ez már egy nagyon fontos dolog, de hogy ezt a kultúra szolgálatába tegye, ez azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős tett, és az, hogy a mi oldalunkról nézve, hogy tulajdonképpen azon túl, hogy ott létrejött egy új előadó tér, a Bánfi terem, hogy csodálatos próbatermeink vannak, amellett, ami talán kevésbé látványos viszont a színház életében, egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az addig több mint 10 különböző helyszínen Budapest szerte létező különböző műhelyek, tárak, amelyek mind a produkciók létrejötté érdekében dolgoznak, a kalapos műhely, az asztalos műhely, a szabótár, ilyen-olyan különböző összetevője, amit az ember nem is gondolna, de ezek mind külön helyszínen dolgoztak. És egy célért, egy produkcióban, tehát ezeknek az összesítése mindig akadozva egy-egy előre megbeszélt időpontban történt, akár egy mondjuk egy díszlet állító próba, ami azt jelentett, hogy aznap más próba nem volt, előadás nem volt, tehát egy csomó olyanfajta probléma most azáltal, hogy ez az Eiffel Műhelyházba került, tehát az összes produkciót létrehozó, segítő műhely ott az Eiffel Műhelyházban, ahogy van külön terük arra, hogy ezeket az állító próbákat létrehozzák, ez mind-mind nagyon-nagyon fontos, és a színház életét jelentősen segítő tett, amely azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy egészen különleges élmény volt. Persze nem írja fölül azt a fajta eufóriát, amit most viszont megélünk, kicsit porban és húzatban, de itt vagyunk az operaházban, és egészen olyanfajta történet, mint ugye arról beszélünk, hogyha erről is egy kicsit lehet beszélni, hogy én magam is anyai, nagyapám elbeszéléseiből tudom, hogy egy csodálatos akusztikájú színházterem volt ez, amely a 984-es átépítés során jelentősen vesztett az akkori akusztikai értékeiből. De azt is tudjuk, hogy amikor a színház megszületett 884-ben, és ahhoz képest már a 105 fordulón elindult átépítések is mind-mind olyanfajta beavatkozások voltak, amely a színház akusztikáját, a zenekar hangzását, a zenekar és a színpadi énekesek viszonyának a rendszerét jelentősen mindegyik megváltoztatta. Tehát amikor
erről az egész átépítésről szó volt, az egyik alap tétel volt az, hogy megpróbáljuk rekonstruálni azt a teret, azt az akusztikai teret, amelyet Ebel megálmodott. Nagyon érdekes egyébként az, hogy Ebel Miklós, aki maga egyetlen egy színházat tervezett, és hogy egy ilyen csodálatos akusztikai jött létre, gondolhatnánk, de valójában is ebben Zoboki Gábor kutató munkája nagyon fontos dolgokra mutatott rá, hogy ő egyértelműen korának legjobb akusztikai színházait vette sorba, és azokból merített mintát, például, mint a Berlin Strácok Berlin, tehát annak a színpadi árok, illetve az a patkó, amely a nézőtér formája, ugye ezek az akusztikai szempontból egyik legjelentősebb alaptételek, és ő abból indult ki, hogy ezeknek a, ennek, például ennek a színháznak az alaprajzát is próbálta alapul venni, és ebből alakította ki az operaháznak az akusztikáját. Tehát visszatérve, a átépítés során a zenekari árok formája visszakerült az eredeti helyre, és természetesen nem csak az akkori rajzok vezettek minket, hanem közben került, eltelt jó pár évtized, évszázad is, és ennek az előnyeit, vívmányait is beépítették most az átalakítás során, hiszen olyan anyagokkal dolgoztak az építés során, amely mind-mind segítették azt, hogy a lehető legjobb minőségben tudjon a zenekari hangzás egyrészt a közönség felé eljutni, illetve hogy a zenekar hangzása, illetve az énekesek hangja a lehető legjobb módon keveredhessen. Tehát ismét nagyobb lett a zenekari árok, még akkor is, hogyha egy kicsit a nézőtérből fel kellett áldozni ennek érdekében, és még beszélünk majd sokat a házról, hogy mit tud és mit nem tud, és főleg az, hogy mit játszunk benne, de hallgassuk meg most az első zenét, Balázs, mi legyen az első zen, amit meghallgatunk. Hát, ha most a mostani pillanathoz tudunk akkor egy kicsit indítani, akkor legyen ez a Hunyadi részlet, hiszen aktualitása annak lehet, hogy a megnyitó egyik előadás Erkel Hunyadi Lászlója. Thank you.
Sziasztok, folytatjuk a Capricciót itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Vendégünk Kocsár Balázs, az Operaház főzeneigazgatója, és szokás szerint Novotny Annát és Zsoldos Dávidot halljátok. A Hunyadival indította a frissen megnyílt, újra nyílt Operaház az újrajátszási szezont, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas produkció, hiszen ugye visszanyúltunk az ős verzióhoz, ami persze nem lehet egy definitív ős verzió, hiszen maga Erkel is azért többször átdolgozta ezt a művet, hozzáírt olyan nagy áriákat, mint például a Lagrange ária, de Kocsár Balázsnál jobban nem nagyon ismeri ezt a zenét senki, hiszen hosszú évekkel ezelőtt már foglalkozott ezzel a darabbal. Balázs, kicsit mesélj el arról, hogy hova kellett visszanyúlni, mennyiben más ez a verzió, mint az a mindenki által nagyon jól ismert Hunyadi, ami hosszú évtizedekig uralta a Magyar Állami Operaház színpadát. Igen, nagyon érdekes az én viszonyom itt az Erkel operákhoz, mert egy olyan fajta személyes kapcsolatom is van, amiről lehet, hogy majd kicsit később tudunk utalni. Tehát fiatal koromban, értsük ezt, 70-es évek kellett jönni, mint minden általános iskolás gyereknek, jöttünk operába. És őszintén megvalva olyan élményért egy Hunyadi előadás kapcsán, a másik pedig egy Hári volt. Na, a kettő origójából az lehet, hogy akkor ez az a műfaj, amit én nem szeretek, és köszönöm szépen, nem fogom akkor ezt a műfajt én szeretni. A zenét igen, a koncerteket nagyon, de az operát nem. De ez most azért érdekes, mert amikor aztán a 90-es évek elején ugye elkerültem Debrecenbe, akkor kellett ott egy bánkbán produkciót csinálni közvetlenül az első szezon végén, és mondtam, hogy én ez nem, köszönöm szépen, ez nem az a darab, ez nem az a műfaj, egyetlen egy előadást voltam hajlandó eldirigálni, és pont. A második debreceni korszakomban Vinyánszky Attilával, akinek jó kapcsolata volt a Gyulai Várszínházhoz, még Beregszászos időszakából is, volt egy olyan terv, hogy a 2010-es Erkel jubileumhoz kapcsolódva a Bánkbánt is, illetve a Hunyadit mutassuk be. És én azt akkor már egy picit előre haladva az időben, megismerve Oberfrank Gézának a Bánkbán kapcsán felhozott újításait, újdonságait, akkor számomra is egyértelmű vált, hogy az a darab, amit én, mint ahogy mindannyian megismerhettünk, ez nem az a darab, amit igazából Erkel megért. És ebbe a darabba jobban belásva magam, illetve a menet közben már ugye operakarmesterként szép számú olasz belkántó darabot eldirigálva rájöttem a két történet kapcsolatára, és elkezdett érdekelni az, hogy felkutassam, hogy mi is itt a valóság, mi is itt az, ami itt történik. Mert akkor itt mondjuk egy pár mondatot arról. Tehát amit mindannyian megismerhettünk, az ugye a 1930-as években az Operaház akkori vezetése által elkészített átdolgozás. A cél egyértelműen az volt, hogy a közönség számára még mindig erőteljesen kívánt Hunyadi és Bánkbán előadásokat egy picit modernizálják. Hogy ez és mennyire volt egy jó történet, vagy nem, ebbe talán most nem menjünk bele. Tény és valahogy ők ezt meglépték, hogy dramaturgiailag, zeneileg egy picit próbálták a darabot frissíteni. Csak hogy a maga a darab az volt, tehát zenébe zenét nem adtak hozzá, ők csak rövidítettek, átszerkesztettek, de hogyha tudjuk azt, hogy ez az 1840-es évek, sőt igazából a század még ezt megelőző 10-20 évvel ezelőtti belkántó stílusának, stílus jegyeit magában hordozó műként született, annak a szerkesztése, annak a számok egymás utáni lánc felépítése, dramaturgiája, annak különböző olyan szerkesztési, dramaturgiai elemei, hogy kinek, milyen típusú áriája, melyik után mi következik és hogyan, ebbe totálisan belenyúltak. És teljes mértékben átszerkesztették az egészet, bizonyos részeket kivágtak, nagyon jelentős, tehát formailag és dramaturgiai szempontból fontos elemeket megritkítottak, ezáltal a darab eredeti
jellegét változtatták meg. Ettől még ez egy szerethető darab volt, mint tudjuk, de mégsem az eredeti dolog. Ez mostani előadás azt próbálja rekonstruálni, hogy a 19. század végére kialakult előadási gyakorlat, megtartva a belkántó stílusjegyeit, vagy a Grand Operának a bizonyos elemeit, amiből ugye ez a darab építkezik, és ugye azért egy fél mondatot csak arról, hogy ami igazából Erkelnek, amellett, hogy magyar nyelvű operát írt, még a nagyon fontos stílusjegy, amelyet ugye értelemszerűen máshol senki más nem alkalmazott, hogy a korának úgymond magyar zenéjét próbálta beleiktatni, és ezzel keverni mindezt, ami ott magyar zeneként ismert volt, az végül is ugye a cigányzene, illetve a verbunkos. Tehát ezek az elemek összességéből alakult ki ez a darab, és ez az előadás is erre törekszik, hogy így ennek a fényében vajon megmutatni ezt az operát. Azt hiszem, hogy sokan látták a közvetítést, hiszen néhány napja volt az a Magyar Állami Operaház újból megnyitott épületében. Kocsár Balázs a mai vendégünk. Balázs, mi legyen a következő zene, amit meghallgatunk? Az előbb volt egy pici utalás arra, hogy igazából én az opera műfajával nem voltam nagy barátságban, és zeneakadémista hallgatóként Bayreuthba kijutva az első élmény, amiért, ez a James Devine által vezényelt Parsifal volt, és ez egy akkora mai napig tartó hatás, hogy ez fordított át, és hozott az opera felé. Ezért ebből hallgassunk egy részletet.
Capriccio. A Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Folytatjuk a Capricciót itt a Klasszik Rádió 92.1-en Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával. Kocsár Balázs a mai vendégünk, a Magyar Állami Operaház főzenei igazgatója. És hát a Kocsár névnél tartunk, akkor nem kerülhetjük meg édesapádat. Kocsár Miklós az egyik legjelesebb zeneszerző volt, aki énekhangra írt, és hát azt gondolom, hogy talán ez nem véletlen, hogy te is az énekhang felé fordultál. Igen, tehát ha úgy gondolom, hogy az a fajta muzsika, amit édesapám írt pár, egyértelműen ugye végigmenve kortársaival együtt azokon a hatásokon, a Bartóki, aztán a szeriális muzsika, vagy tehát a darmstadti iskola, vagy éppen a lengyel kortársaknak a hatásán szép lassan megtalálta a saját hangját, és ez a saját hangjának a megtalálása talán ebben leginkább, vagy legelőször így fogalmazom, a vokális muzsikán keresztül lett, mert azt állíthatom, hiszen pici gyerekként jelen voltam azt játszva a zongora alatt tologatva a kis autóimat, és hallottam azt, ahogy komponált. Tehát ő soha nem olyan fajta zenét írt, amely nem dallamról, hangokról, harmóniákról szól, tehát nem egy kitalált valamiféle számtani képlet, vagy éppen egy sakjátszma hangjaiból vezetett le muzsikát, hanem kizárólagosan zenét próbált és egyértelműen komponált is. És ebben természetesen a vokális muzsika egy olyan fajta, ha akarom, sorvezető, amely egyértelműen kikerülhetetlenül egy emberi, humánus hang, úgy a melódiájában, mint a harmóniájában. Tehát amit egy ember el tud énekelni, amit egy kórus meg tud valósítani, az akkor egy olyan fajta muzsikává lesz, amit egyértelműen mi, mint emberek, be tudunk fogadni. És ez egy nagyon jó út volt, azt gondolom, és tulajdonképpen a kezdeti útkeresések után ez a fajta saját nyelvezet, ez a fajta harmónia világ szép lassan az instrumentális kamarazenébe, illetve a nagyzenekaros művekbe is egyértelműen megjelent. Balázs, mi legyen a következő zene, amit meghallgattunk, hogy utána még beszélhessünk ismét egy kicsit az operaházról? Hogyha itt kapcsolatunk édesapámhoz, és pont az, amit az előbb mondtam, egy csodálatos dallamú, sirató muzsika az, amely a cselló versenye, ennek a második tételéből hallgassunk egy részletet. Thank you.
Sziasztok, folytatjuk itt a Capriccio-t a Klasszik Rádió 92.1-en. Szokás szerint Novotny Annát és Rodos Dávidot halljátok, vendégünk pedig Kocsár Balázs, karmester, az Operaház főzeneigazgatója, akit talán nem meglepő módon leginkább az Operaházról szeretnénk kérdezni ismét, hiszen nem olyan rég nyitotta meg újra a felújított Andrássy úti palota, hogy újra meg lehessen hallgatni a csodálatos operákat. Elsősorban ugye azt a Hunyadit, amiről már esett szó, hogy nagyon látványos produkció, de játsszuk a Meyerlinget, illetve az Árnyék nélküli asszony szerepel most még, illetve hamarosan jön a Mefisztofele, ami nem véletlenül vált az egyik leglegendásabb előadásával az elmúlt most a másfél-két évtizednek. Balázs, mit tartogat az Operaház és az Eiffel a következő évadra? Hol vannak a fókuszok és mi lesz a repertoárnak a legfontosabb hangsúlyai? Hát még az általad is említett darabok mellett még van itt a sorban, nem egy, talán a beszélgetés elején volt szó a Ringről, annak a befejezéséről. Ez is június elején kerül bemutatásra az Istenek alkonya befejező része, és jövő évad novemberében, távlati tervként minden év novemberében teljes Ring ciklusokat fogunk játszani, de még ezt megelőzi az a másik darab, ami szintén a számomra egy nagyon komoly kötődés, az a bizonyos Parsifal, amit Almási Andrással már kétszer nekifutottunk, és kétszer elmosott a pandémia. Most tényleg mindenünket összeszorítjuk, és nagyon-nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez most az idén már nem következik be. Nagyon izgalmas két darab számomra is, de emellett még hihetetlen sok produkció van, egy kicsit talán zsúfolva is nem állítom, hogy minden részletében tökéletesen készen áll a operai gépezet, de napról napra javulnak az esélyeink. A jövő évad, amire kérdeztél, a mítosz és történelem évad, amely most már ugye hagyományosan minden évnek a olyan fajta címet választ az Operaház, amihez fűzhető bemutatók is természetesen nem csak kizárólagosan jellemzik az opera repertoárt. Ilyennek lesznek a jövő évadban Mozart Idomeneója, vagy a Tancredi és Clorinda, avagy olyan fajta jellegű előadások, például a megújuló Toszka, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas új produkciókat hoz majd közénk, miközben a megszokott bohém életet, vagy diótörőt ugyanúgy megtalálja az opera repertoárján a néző. Hát nagyon
nagyon örül szerintem mindenki, hogy ismét mehet az Operaházba, úgyhogy menjetek az új, szép, új régi Andrássy úti épületbe. Balázs, milyen zenével búcsúzol a hallgatóktól? Szeretnék egy olyan emberre még itt kitérni, egy olyan karmesterre, aki a pályámon, vagy a pályám indulásában egy nagyon-nagyon jelentős volt, bár részben áttételesen, de személyesen megismerhettem Claudia Abbádót még karmester tanonc koromban, amikor a Gustav Mahler Jugendal kezdte első produkcióját készítette elő Burgenlandban, és Ligeti András volt az egyik asszisztens karmester, akit ő erre a produkcióra meghívott. Ilyen, ezen keresztül volt nekem is tudomásom ennek a kéthetes intenzív zenekari létnek a létrejöttéről, vagy egyáltalán, hogy ez volt. Így eljutottam én is oda, és az a kép, az a fajta karmesteri attitűd, amivel Abbádót dolgozott, egy olyanfajta módon segített, hát leginkább úgy tudom fogalmazni, hogy a pályán maradni, mert ez most egy másik adás lenne, hogy én miért és hogyan is lettem karmester, de lényeg az, hogy az a fajta mód, ahogy ő a muzsikusaival kommunikált, az a fajta mód, ahogy ő a zenét átadta és irányította a zenekart, az a mai napig meghatározó az életemben, amennyire lehet próbálom ennek a szellemében a magam munkáját is kialakítani, és hogyha lehet, akkor Claudio Abbádótól egy Mahler szimfonia részletével zárjuk ezt a beszélgetést. Claudio Abbádóval búcsúzunk. Kocsár Balázs volt a mai vendégünk, Zsoldos Dávidot és Novotny Annát hallottátok. Gyertek jövő héten is. Sziasztok!